Március 23-án a második hetében jártunk az új digitális tanrendnek, és március 23-án kezdődött a digitális témahét. Azon a héten, azon a napon nagyon kevesen tudtak még csak gondolni is a digitális témahétre. Szerencsére a szervezők gondoltak arra, hogy meghosszabbítsák, kiterjesszék, így azután a tavaszi szünet után is még lehet csatlakozni a digitális témahéthez. Amikor kialakult az új tanrendben egy viszonylag nyugodt rendszer az online tanulás terén, a feladatkiosztások terén, akkor egyre többször jutott eszembe, és a kollégáimnak is egyre többször jutott eszébe, hogy remek jó projekteket készítettünk a digitális témahétre, és vajon feladjuk-e idén, nem veszünk részt a digitális témahéten, vagy pedig megpróbáljuk adaptálni a projekteket az új helyzetre. Végül is az egyik projekt, az én személyes projektem, a második B osztályban zajló falu projekt elindult. A gyerekekkel már az új tanrend előtt, még az iskolába járáskor megbeszéltük, és elkezdtük a témát kidolgozni. Olyannyira, hogy a gyerekek közül egy jó páran polgármester pályázatot is beadtak, tehát semmiképpen nem is tehettem volna meg velük azt, hogy nem gondolok arra, hogy a falu projektet a megváltozott viszonyok között is esetleg végigcsináljuk. Már megválasztottuk a polgármestert is, sőt, a hivataloknak a vezetői is a mai napra meglettek. A tavaszi szünet után, amikor visszatérünk, akkor elkezdődik a teljes munka. Hát a nagy iskolai projekt az sokkal nehezebb tészta volt. Most ott tartunk, hogy azt beszéltük meg, hogy mindenképpen végigcsináljuk a digitális témahéten a nagyiskolai projektet. Bizonyos feladatokat kicsit nehezebb adaptálni az online világba. Tegnapi megbeszélésünkön sziporkáztak az ötletek, hogy hogyan lehet különböző dolgokat ebben a megváltozott világban megvalósítani. Remélem, hogy nem maradunk egyedül ezzel a döntésünkkel, hanem azok az iskolák, akik készültek projekttel a digitális témahétre, azok meg is fogják ezeket valósítani. És még mindig nem késő kis projekteket írni, akár mini 5 órás projekteket készíteni, hiszen a diákok, amikor beleszoknak ebbe az új tanrendbe, előbb-utóbb pontosan ugyanazt az unalmat fogják átélni, hogyha nem dobjuk föl az iskolai életüket valami játékossal és érdekessel.